Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkor Szabadalmi vezetője. A világban nagy erővel folyik az automatizálás, a robotizálás, és miközben a különféle hírügynökségek mindenféle politikai cuccokkal traktálnak bennünket, az emberiség nagy mértékben, roham léptekben veszíti el lépéselőnyét a robot intelligenciával szemben. Persze sokan nem is tudják, hogy az emberek között is nagyon sok a robot. Az emberiség két oldalról származik. Az egyik oldal, amelyek a biorobotok, a másik pedig, amely az emberek. A biorobotok harca állandóan megvolt az emberek ellen, állandóan harcoltak az emberek ellen. Ma meg már sokkal több a biorobot, mint az ember. Legfőképpen abban különböznek a biorobotok, hogy nincsen lelkük. Bár az újabb fajta biorobotok már úgy csinálnak, mintha lenne. Vannak biorobot civilizációk, amelyek már sokak szerint nem sokára legyőznek bennünket, embereket. Késő felébredni, mert a biorobotok már többen vannak, okosabbak, jobban csinálják. De hát azért remélem, hogy még megmaradnak majd elszigetelt emberi helyek ezen a világon, ahol fontos lesz a szeretet, a kedvesség. A biorobotok is szövegelhetnek a szeretetről. Ó, de még mennyire? Szövegelni az szabad? A cselekedeteink mutatnak meg bennünket. A cselekedeteink határozzák meg mindig, hogy van-e bennünk szeretet, vagy nincs. Nem a szöveg. De ilyen cselekedeteket nem fogunk látni a biorobotok részéről. Tehát önök emberek legalább szeressék egymást. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, hogy lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor gyorsabban megkapják a következő videóimat. Viszontlátásra!